Köszöntöm a kedves nézőket! Holnap kezdődik el a 7. lábtollabda Európa-bajnokság, ma pedig 4 újszászi versenyző is útra kelt, akik képviselik majd Magyarországot a kisteleki kontinens viadalon. Közülük 2-t köszöntetek most itt a stúdióban, Tóth Gábort és Herceg Gábor, sziasztok! Hello. Először is kezdjük azzal, hogy hanyadik Európa-bajnokságra készültök? Én már szám szerint a 7. EB-re, te pedig a... Nekem ez lesz a 3. Európa-bajnokságom. Akkor a legrutinosabb versenyző, azt mondhatjuk, Gábor, hogy te vagy. Ez a 7. lesz már számodra. Hogy sikerült az első 6? Első 6 elég jó sikerült. Szinte minden versenyszámban sikerült már Európa-bajnoki címet szerezni. Illetve párosban még nem sikerült, de most lehetőség van, hogy azt is nyerjek párosba EB-t, Európa-bajnokságot. Bízunk benne, így lesz, erről majd később mindenképpen beszélgetünk. A másik Gábort kérdezem, hogy... Az eddigiek, tehát volt egy szlovákiai Európa-bajnokságot, 3 versenyszámba tudtam indulni, csapat páros, vegyes páros, és utána Lengyelországban volt egy csapat, azt is megnyertük, és most lesz a 3. Európa-bajnokságban, amiben csapatba és párosba fogok indulni. Mondhatjuk azt, hogy van még azért akkor druk benned, meg izgalom egy ilyen megmérettetés előtt? Hát persze, azért izgul még ilyenkor is az ember. Úgy érzem, hogy jól felkészültünk, nagyon jó edzésmunkát végeztünk, úgyhogy várom a legjobbakat az Európa-bajnokságtól. A 7. megelőzően van izgalom? Egy pici van még, tehát azért mindenképpen szeretném, hogy jó sikerüljön ez az Európa-bajnokság, és hogy a lehető legjobb eredményt tudjuk elérni. Milyen menetrend, milyen felkészülés előzte meg az Európa-bajnokságot? Hát volt előtte ilyen fizikai képességfejlesztő edzések, tehát futások, rövidebb, hosszabb, ugróálló kötelezések, és utána az utóbbi egy hónapban minél több pályán töltött játék, dekázás, illetve labdaszedések, ütések gyakorlása, és hogy minél jobban gyakoroljuk a játékhelyzeteket. Gábor, te hogyan készültél erre, akár egyénileg, akár a csapattal? Hát igen, nagyon sok játék kellett, most már itt a vége fele, eleinte fizikai edzések voltak, úgy érzem, nagyon jól sikerült minden. Versenyek is nyilvánvalóan azért voltak az Európa-bajnokság előtt. Milyen versenyeken indultatok el, ami esetlegesen már előkészítő lehetett az EB-re, ahol ki lehetett próbálni azokat a dolgokat, amit majd az EB-n elő kell venni? Hát szeptemberben volt az újszász kupánk, itt minden versenyszámot lejátszottunk, ugyanúgy, mint ezen az Európa-bajnokságon. Jól sikerült az, és hát sajnos a csapatban megszakadt a 2 éves veretlenségünk. Hát 2 évig sikerült hozni minden csapatversenyt, hát most nem úgy jött össze a dolog, de a többi versenyszámban sikerült javítanunk, és megnyertünk mindent. Több kategória is van az Európa-bajnokságon, és nem mind a ketten indultok ugyanazokban a számokban, pontosabban ugyanazokban, a halmaz ugyanaz, csak hát mondjuk Tóth Gábor többen indul. Mi az, mik ezek a versenyszámok? Hát én egy egyéniben meg egy vegyes párossal többet játszok, tehát én összesen 4 versenyszámba fogok elindulni, a Gabi pedig 2 versenyszámba, és ebbe a 2 versenyszámba mind a ketten érdekeltek, tehát együtt játszom. Egy picit majd visszakanyarodunk a vegyes páros részére, de akkor Gábort kérdezném, hogy milyen a csapat összetétele, ki a másik 2 tag, és mennyire érzitek magatokat jól a pályán együtt, mennyire van meg az összhang? Hát aki most nem lehet itt velünk, Becskereki Sándor és Kézé Zsolt. Támadásban, védekezésben egyaránt nagyon hasznos tagja a csapatnak. Nagyon jól összeszoktunk, tehát már 4-5 éve együtt játszunk, úgyhogy már szinte a legapró rezdülésekből is tudjuk egymás gondolatait. Tehát a csapatban 4-en vagytok, de azt azért tudni kell, hogy nem minden 4-en lépettek pályára egyszerre, tehát azért a lábtalabdának mások a szabályai. Ilyenkor cserejátékos lehet meccs közben is alkalmazni, vagy csak mérkőzés előtt lehet úgy dönteni, hogy akkor most más játszik? Nem, bármikor lehet cserélni, szoktuk is ezt alkalmazni, úgyhogy általában mindig van cserélgetés. Akkor ugorjunk rá a vegyes páros részére. Hát nyilván akkor tudjuk a vegyes párosban, hogy egy hölgy versenyzővel az oldaladon vágsz neki az EB-nek, ki ő, és milyen célokkal? Kunics Réka lenne, a Nagykanis a játékos, ő kivívta a indulási jogát mindegyik versenyszámba, és ő a legjobb női játékos is a magyar mezőnyben, vele indulunk vegyes párosba. Ővel vegyes párosba 2 évvel ezelőtt sikerült Európa-bajnokságot, tavaly pedig világbajnoki 3. helyet nyerni, tehát azt mondom, hogy azon a pár versenyen, illetve meccseken jól össze tudtunk szokni, és reméljük, hogy most se lesz akadály nyerni. Gábor, mit vársz magadtól
ezen az Európa-bajnokságon? Hát szeretnénk mindenképpen a maximumot kihozni a csapatból is és a párosból is, tehát mindenképpen az aranyért megyünk. Úgy kompletten el szeretnénk hozni magyar szinten a 7 aranyat, ami már eddig többször sikerült is, de most is mindenképpen a 7 aranyért megyünk. Gábor, talán neked azért egy kicsit nehezebb dolgod lesz azzal, hogy mint említettük, mind a 4 versenyszámban odaállsz. Hát hogyan lehet ezt mindet teljesíteni egy EB-n, 4 nap alatt 4 versenyszám? Ez már azért rutin számodra? Nem mondanám rutinnak, nekem is kihívás lesz ez a 4 versenyszám, de hát megpróbálunk minél többet pihenni, hogy a fontosabb meccseken több erő maradjon. Például a csapatnál, hogyha 4-en vagyunk, akkor a könnyebb meccseken akkor pihenőbe leszek, és akkor, hogyha a párosnál is könnyebb meccsek vannak, akkor majd akkor Gabi egy kicsit többet vállal a meccseken, és akkor így több energia marad a vegyes párosra, illetve az egyénire. Hogyha így egyesül megnézzük ezeket a kategóriákat, a te esetben ugye kettővel többet, akkor mi a realitás helyezésileg? Hogy látod? Hát én szeretnék mind a 4 versenyszámba nyerni. Reális esélyt látok is rá, de nem szabad leírni az ellenfeleket, és egy verseny addig tart, amíg vége nincsen. Ugye azt mondják szakemberek is, meg hát az eredményekből is azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag Európában Magyarország képviseli a legnagyobb erőt, a magyar válogatott a legjobb játékosokat adja itt a kontinensen, nem elkiabálva természetesen semmit, de valóban így van ez a megállapítás? Tehát valóban mi vagyunk jelenleg Európában a legjobbak? Hát igen, a magyarok Európában mindenképpen kiemelkedők már évek óta. Hát a németek a legnagyobb ellenfeleink, ők szorongattak már régebben is minket, ebben az évben is, a nyári nemzetközi bajnokságon is már ilyen szoros 3 szettet játszottunk velük. Tehát szorongatnak, próbálnak megverni minket, egyelőre még sikeresen vettük az akadályokat. Ti, mint rutinos versenyzők, akkor ez most egy zárójeles kérdés, meg úgy egy kicsit el is kanyarodunk az Európa-bajnokság témájától. Mi az, amiben azért még mi hátrányban vagyunk, és itt legfőképp az ázsiaiakkal szemben? Mindenképpen a gyorsaságban, a ruganyosságban. Hát meg az a 1000 éves tapasztalat, amivel előttünk járnak, ez technikailag, illetve fizikálisan más izomzatot alakítottak ki erre a játékra, és természetesen a könnyebb testsúlyú játékosok jobban fel tudnak ugrani a levegőbe, még a robosztosabb európai játékosok, ők lassabban tudnak mozogni, és ez a gyorsaság, a láb, illetve mozdulat gyorsaságuk is jobban fel tudja gyorsítani a labdát. Valamivel az, hogy Ázsiában ez hivatalos sportolók vannak ebből a lábtollabdából, és ők pénzért is játszanak, így náluk van olyan, hogy napi 4-5 órát is képesek edzeni a válogatott szinten. Ez valószínűleg itthon csak álom egyelőre, aztán reméljük, hogy későbbiekben nem. Az árójelet bezártuk, akkor vissza az Európa-bajnokságra. A német válogatottad említetted, hogy ők azért már szorongatták meg a magyarokat. Rajtuk kívül kik lehet, vagy lehet egyáltalán rajtuk kívül valaki olyan csapat, amelyik még veszélyes lehet rátok? Hát mindenképpen még talán a francia válogatottat emelném ki, akik ők is azért már évről évre, versenyről versenyre fejlődnek, és még talán a szlovák csapatot tudnám ide helyezni, tehát ők azért már veszélyt jelenthetnek ránk, de reméljük tényleg a legjobbakat. Mekkora plusz motivációt jelent a számotokra, hogy itthon, hát úgy itthon, hogy Magyarországon játszhattok az érmekért az Európa-bajnokságon? Hát, mindenképpen pozitív dolog, hogy saját közönség, tehát hazai közönség előtt játszhatunk, ez több motivációt is ad, illetve a hazai pálya mindig az, hogy a hazaiaknak szoktak szurkolni, és ez lelkesebben is játszik, és az a stressz, ami előtte van a játék előtt, az úgy oldódni is tud. Az érzi, hogy a közönség mellette van, akkor az egy plusz erőt is ad, hogy a nehezebb helyzetekbe, kétes helyzetekbe, hogy tovább tudjuk folytatni a meccset, illetve tovább tudjunk koncentrálni és megnyerni mégis a versenyt. Mondjuk ki az Európa-bajnokságot, Gábor, te hogy érzed, hogy itthon léphetsz pályára? Hát nagyon jó érzés mindenképpen magyar válogatottként Magyarországon játszani. Hát mindenképpen a
közönség biztatása az nagyon sokat fog jelenteni minden magyar játékosnak. Mi pedig innen a távolból fogunk nektek szorítani, és az Európa-bajnokság után mindenképpen visszavárunk titeket ide a stúdióba élménybeszámolóval, és remélhetőleg egy halom éremmel, aranyéremmel. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézők, folytatjuk!